Szeretettel üdvözöllek, csodás napot kívánok neked. Ez egy újabb tanítás, azzal kapcsolatban ma szeretném befejezni azt a témát, hogy ki lehet igazán szakértő. Ugye tegnap előtt megbeszéltük, hogy szakértő lehet az, aki megcsinálta. Aki belekezdett, belevágott és végigcsinálta, és van egy alternatívája, egy működő rendszere, vagy egy élettapasztalat a saját erőből. A második típusa a szakértőnek az az volt, aki kikutatta, aki utána ment, olvasott, lexikonokat nyálazott át, embereket keresett meg, interjú volt meg, és aztán utána azt a tudást, ami felhalmozódott, azt szintetizálta, struktúrálta, összerendezte, és egymás után rakta. Ez ugye a második típus, az a szakértő, aki kutató szakértőnek tekinthető. A harmadik, az az igazán izgalmas, és talán magunk se gondolnánk rá, hogy az is szakértő, aki valójában, idézőjelben, csak egy példakép. Tehát lehetséges az, hogy van olyan ember, akinek hallgatsz a tanácsára úgy, hogy lehetséges, hogy az adott témában, az adott kérdésben kompetensebb vagy. És ez azért van így, mert valamiért felnézel rá, valamiért csodálod, követed, mert ő a példaképed, és akkor, hogyha már ő a példaképed, akkor az adott témában, az adott területen is példát akarsz venni róla, el akarod tanulni tőle, pedig lehetséges, hogy sokkal többet kutattad, kerested, sokkal több tapasztalatod van azzal kapcsolatban, hogy mondjuk hol érdemes élni, vagy milyen autót érdemes venni, de mivel a példaképedről van szó, ezért utánzod, vagy ezért tanácsot kérsz tőle. Szóval, hogyha példaképpé válsz, vagy példaképpé váltál már valamilyen területen, akkor semmi nem akadályoz meg abban, hogyha vannak követőid, akkor utat mutass nyilvánvalóan a lelkiismereted szerint olyan témákban, amik mondjuk nem is annyira a szakterületeid, vagy a szakterületed, vagy az eddigiekben nem is nyilvánultál meg azokban a kérdésekben. Hallgattál-e már olyan emberekre, akik egy adott témának nem voltak a szakértői? Mert most persze azt mondhatod magadban, hogy jó, de nem tartozom azok közé, akik olyantól kérnek tanácsot, akik mondjuk egy adott témában nem kompetensek. Pedig elárulom, hogy biztos vagyok benne, biztos vagyok abban, hogy volt ilyen tapasztalatod. Tehát te is már hallgattál olyan emberekre, akik nem voltak szakértők, már hallgattál a szüleidre, hallgattál a barátaidra, a rokonaidra, a szomszédra, ezer tanácsot kértél, és persze kaptál tőlük. Lehetséges, hogy nem mentél sokra vele, de mivel, hogy valamiért megbízol bennük, valamiért respektálod őket, ezért kikérted a véleményüket. És miért van az, tehát, hogy kerestem a választ, amikor készültem erre a videóra, hogy miért van az, hogy ilyen emberektől kérünk tanácsot, akik lehetséges, hogy az adott témában nem is szakértők. És ez az az oka, hogy minden mindennel ma már össze van kötve. Az emberek fejében könnyen kapcsolódik össze olyan téma, ami korábban egymástól függetlenül létezett. A közelmúltban nem voltam jelen, de volt egy olyan üzleti konferencia, vagy üzleti találkozó, aminek a vendége Dárdai Pál volt, ugye a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitány. És ő persze tudott beszélni arról, hogy mit jelent a motiváció, hogyan tud ez mondjuk, mivel hogy emberek vagyunk, ezért a vállalkozók is nyilván emberek, szóval hogy az a motiváció, az, ami egy sportolóban megvan, azt hogyan tudja mondjuk hasznosítani egy vállalkozó, és erről tartott egy előadást a korábbi szövetségi kapitány, hogy a motiváció az neki mit jelent, és ezzel értéket, hasznos információt adott át a vállalkozói célközönségnek. És egyébként pedig azt gondolom, hogy egy óriási robbanás előtt áll a példakép szakértő, úgymond,
hiszen van az influencer marketing nevű tendencia. Nem sokat tudok róla, ezt bevallom, de ugye arról van szó, hogy youtuberek, bloggerek, celebek úgymond példaképpé válnak, és ők attól függetlenül, hogy egy adott témával szakértőek-e, vélemény nyilvánítanak benne, és azok, akik követik őket, és példaképnek tekintik őket, az abból következően gyakorlatilag utánozzák, vagy követik ebben a témában is. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan celeb, aki bemutatja azt, hogy ő egyébként a tévéreklámok pontosan így működnek, amikor a hitel közvetítő reklámjában ott volt a kvízmester, akkor nyilvánvalóan azzal azt a közönséget próbálta megfogni az adott hitelintézet, vagy hitelközvetítő, aki lényegében ugye példaképnek tekinti őt, mármint a kvízmester. Szóval a lényeg arról szól, és itt a youtuberek, bloggerek is későbbiekben, ugye, hogyha reklámoznak majd valamit, akkor annak köszönhetően valószínűleg sokkal többen fogják majd megvásárolni az adott terméket, szolgáltatást, amit éppen reklámoznak. Szóval az influencer marketing előtt óriási fejlődés áll, és biztos vagyok benne, hogy ennek sokkal nagyobb lesz az ereje, mint aminél most tart. És nagyon sokan lesznek olyan szakértők, akik ugye bloggerekként, youtuberekként a saját én márkájukat fejlesztik, és aztán abból fognak rengeteg pénzt csinálni. Szóval, hogy ők is szakértők. És így is válhat szakértővé. Csak ezt szerettem volna mondani. Úgyhogy összefoglalva tehát, három típusa van a szakértőnek. Az, aki megcsinálta, elkezdte és végcsinálta. Az, aki kikutatta, elkezdett olvasni, elméletben tudást felhalmozni, és ennek köszönhetően most már van egy olyan struktúra a fejében, amit meg tud osztani másokkal. Illetve a harmadik pedig, hogyha példaképpé válsz egy területen, akkor tanácsokat adhatsz olyan embereknek más területeken is, akik téged követnek, csodálnak vagy tisztelnek. Csodás hétvégét kívánok, csodás napot a mai napra, és aztán pedig a hétvégét, és jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, legyen nagyon jó hétvégétek. Sziasztok!